Szűcs megy a korongért. És ezáltal ugye a hibák sem csúsznak a játékba. Gól! Németh Péter! Vezet a dob! Megúsztuk a kettős ember hátrányt. Ripcsik visszateszi a korongot, és utána jön a dob vezető gólja. Bizonyára sokan emlékeznek rá, rossz egyébként a párhuzam, de annak idején a magyar válogatott is rengeteget kellett védekezzen, de a védekezés most nem lehetett kibírni, és abból kontráztak ugye mindig a mieink. Most Turbuc az, aki úgy látom, hogy belövi az egyenlítő gólt, így van, Turbuc Martini az egyenlítés, 1-1 a mérkőzés állása. Bobcsek. Gól! Németh Péter! Szécsitől kapja a paszt, még gondolni sem mertem, hogy odaér, és Németh Péter újabb gólt szerez. Az előny megint nálunk. Ripcsik, na most figyelni kell a győri kontrára. Szalma tette tovább, Lérát, és bent van! Mondtam, hogy figyelni kell a győri kontrára. Ott noga Matyi. Nem ott noga a gólszerző, hanem Cakó Barna. Na jöjjön akkor az első büntető. Dézsi fogja rávezetni a korongot. Dézsi. Dézsi. Krajcsovics. Ő hárít. Nézzük akkor Szappanost. Jön a rutin. Újvárosi részről Szappanos Dávid. Na Szapi. Na most vezeti vissza középre és Vétót. A túloldalon is akkor öröm van legalább, mint amennyire mi örültünk, amikor védett Krajcsovics. Odnoga. A következő rávezető ember. Odnoga. Odnoga. Megcsinálja a lövőcset, Krajcsovics véd. És akkor nézzük a Dunaja városi rávezetést. Érkezik az a Szűcs, aki tegnap Hetényi Péter alatt tudta becsúsztatni a korongot. Szűcs! És belövi! Előnyben a dob! Na most nem a csúsztatgatást választotta, hanem inkább meglőtte úgy, ahogy azt eltervezte, mikor neki indult. Bödök. Jön Bödök. Ő kivezeti most balra. Bödök. És Krajcsovics véd. A harmadik kört láttuk. És nézzük akkor Ripcsiket a rávezetésnél. Na, hát őt még nem láttuk, hiszen ő a dab új játékosa. Ripcsik, Ripcsik, gól! És ezzel 2-0-ra vezet a dab. 5-5 lövő van, úgyhogy még bármi lehet. Szlama. Na majd. Ha ezt most megfogja Krajcsovics, akkor itt vége van a dalnak. Ha belövi Szlama, akkor folytatódik minden. Szlama. Szlama! És Krajcsovics véd! És akkor itt vége a dalnak, hiszen innentől kezdve már nincs értelme lőni. Krajcsovics mindent fogott a mai meccsen. Hát, hogyha azt mondanám, hogy tinta lenne, akkor egy lemoshatatlan pacát is hagyott maga után, hiszen mindent fogott, amit lehetett Krajcsovics. A Dunaújváros végül is szétlövés után nyerte meg a mérkőzést a Győr ellen, ezzel 2 pontot szerezve, 2 nap, 2 győzelem,
Igaz ez a győzelem most, hosszabbítás és szétlövés után, de kibánja, hogyha az újvárosiak itthon tudtak győzni,